Nem csak Mándokról, hanem a környező településekről is érkeztek fiatalok a Hieroteosz Egyesület, valamint az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség által szervezett ifjúsági találkozóra Mándokra. A rendezvény vendége Dömötör Csaba előadásában többek között arról is beszélt, hogy a kormánynak fontos a fiatalok támogatása minden élethelyzetben. Ami a fiatalokat érintő intézkedéseket illeti, azért nagyon sok minden történt az elmúlt időszakban. A kormány törekszik arra, hogy a fiatalokat minden élethelyzetben támogassa. Ha keresztvizsgát tesznek le, akkor bizonyos életkor alatt az ingyenes. A nyelvvizsgát is téríti a kormány, az első nyelvvizsgát bizonyos életkor alatt, hogyha úgy döntenek, hogy családot alapítanak, akkor számíthatnak a fiatalok házasodási kedvezményére 2 éven keresztül. Aztán, hogyha új otthont szeretnének, akkor bővül az otthonteremtési program, de még az élet kezdés elején, tehát a közös életük elején igényelhetnek 10 milliós támogatott kölcsönt is az új családvédelmi akcióterv keretében. Az államtitkár hozzátette, a fiatalokat az életmóddal kapcsolatos kérdések, a nemzeti és nemzetközi politikai viták, valamint a saját élethelyzetüket érintő viták is érdeklik. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője szerint fontos, hogy a hétköznapi kérdésekben a fiatalok közismert fiatal politikusokkal vitathassák meg álláspontjaikat. Bár a mai világ már megfelelően nyitott a különböző tömegtájékoztatási lehetőségek miatt, de mégis úgy gondolom, hogy sokkal jobb, hogyha a fiatalok személyesen is ismerhetnek meg olyan politikust, aki talán hasonló korú, mint ők, megfelelően felkészült tudással, az országos közélet most már úgy tűnik, hogy egyre meghatározóbb szereplője. Egy talán generációváltás is van a Fideszben. Tilki Attila hozzátette, a következő hetekben országjárásba kezdenek, és a hazai politikai elit mellett európai parlamenti képviselők is ellátogatnak több szabolcsi településre is, hogy így hívják fel a figyelmet a közelgő európai parlamenti választások fontosságára.